Farekeszekben áll a betakarított, méret szerint válogatott és megtisztított burgonya ebben a Tisza nagyfalui gazdaságban. Az idei évben a termés nem volt kiemelkedő, és az időjárás is nehezítette a gazdálkodást. A vállalkozás vezetője szerint azonban a felkészült termelők elfogadható minőségű és mennyiségű burgonyát tudtak betakarítani. Nagyon vegyes volt a kép, nagyon kiütközött a tudás, tehát a felkészültség, a termelőnek a felkészültsége, mert a felkészültebbek, ugye nagyon sok termelőnek nincsen eszközese, vagy nagyon kezdetleges eszközei vannak. És aki jól begépesített, időben tudott minden munkát elvégezni, az tulajdonképpen egy jó évet zárhat. Aki meg erre nem volt felkészülve, sajnos az nem jó évet fog zárni. Az idei évben a gyenge minőség és a termés átlag mellett a felvásárlási árak alakulása jelentette a legnagyobb problémát az ágazatban. Addig, míg az árak nem stabilizálódnak, tehát nem lesz egy garantált ár, addig nagyon-nagyon nehéz lesz az ágazat. Tudnék ezt az iszonyatos nagy szórást, amit hogy tavaly 80-100 forint, idén 30-40 forint, ezt nem nagyon bírják a gazdák ki. Tudnék, egy hektár burgonya előállítása önköltsége több mint 1 millió forinton felül van. És az nem megengedhetetlen, hogyha ebbe az állam valami hatható segítséget nem fog nyújtani, akkor ez a pár ezer hektár is egyre lejjebb fog csökkenni. Augusztinyi Nagy András hozzátette, a burgonya elég sok gondozást igényel és nagyon költségesnek számít a termesztése, viszont vannak olyan fajták, amelyek az átlagostól magasabb hozamot képesek elérni kedvezőtlen körülmények és időjárási viszonyok mellett is.